Pénteken este a Vodafone Sportcentrumban kellett bizonyítani a énektudását. A Fehérvár hangja 2011 tehetségkutató fináléjába jutott 12 versenyzőnek. A fiatalok fergeteges hangulatot varázsoltak a sportcsarnokba. A sztárvendég Takács Nikolász és Wolf Kati koncertje alatt kellett döntenie a zsűrinek, hogy a 12 fináléba jutott fiatal közül ki lesz a győztes. 2011 Fehérvár hangja verseny. A döntőre 5 tagúvá bővült zsűri döntése alapján Lovas Petra nyerte el a Fehérvár hangja 2011 címet. A 17 éves székesfehérvári lány alig bírta elhinni, hogy ő nyert. Úristen, nem hisz, tehát komolyan nem, sokkot kaptam. Kimentek a nem, hogy Lovas Petra, és így álltam, és így nem tudtam mit mondani. Székesfehérvár polgármestere nagyon jó kezdeményezésnek tartja a versenyt, mint az dr. Cserpalkovics András mondja, sok a tehetséges fiatal, akiknek meg kell adni a lehetőséget. Azt gondolom, hogy szinte bármelyik nyerhetett volna, nehéz volt a döntés, de ezért nekünk az a feladatunk, hogy ne csak ezeket a tehetségeket most már felfedeztük, hanem próbáljuk együtt menedzselni is a város nevébe. Azt gondolom, hogy így van rendben. Székesfehérvár ifjúsági tanácsnoka maga sem hitte januárban, amikor megfogalmazódott a Fehérvár hangja ötlete, hogy ekkora sikere lesz. Példaértékű összefogás valósult meg a verseny kapcsán, tette hozzá Mészáros Attila. Ez az összefogás, ez valóban megvalósult az önkormányzat, a médiacentrum, különböző cégek jó voltából, és hát mindenki láthatta, hogy ennek mi lett az eredménye. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon boldogok lehetünk ma este, hiszen egy rendkívül jó rendezvényt sikerült adnunk Székesfehérvárnak így karácsony előtt. A verseny főszervezője a Fehérvár Média Centrum volt, Nyers Krisztina szakmai igazgató a döntő után úgy fogalmazott, az egyik szeme sír, a másik nevet. Az egyik szemem azért sír, mert vége lett ez a szenzációs versenysorozat. A másik szemem pedig azért nevet, mert egy hatalmas munkán vagyunk túl, de sikeres munkán, nem győzöm hangsúlyozni. Egy hihetetlen mezőn jött össze ide a döntőre, és azt gondolom, hogy egy hihetetlen élménnyel gazdagodtunk. A zsűri elnöke Péli Barna szerint mindig szubjektív egy ilyen döntés, éppen ezért nem volt egyhangú a szavazás. Én nagyon-nagyon büszke vagyok az összes versenyzőre. Én azt gondolom, hogy percenként változtak pozitív irányba, mint a nyíltságban, mint az, ahogy viselték magukat ugye már a styling után, mert azért az nem olyan egyszerű mindenkinek, és azt gondolom, hogy megoldották a feladatot, és ennél sokkal-sokkal több lett, egy varázslatot hoztak a színpadra. A nyertes Lovas Petra a Fehérvár hangja 2011 elismerő cím mellett értékes nyereményekkel is gazdagodott, és a Fehérvár Média Centrum szakmai segítségével első profi albumát is elkészítheti.